Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. A prosztatarák megelőzhető és kezelhető előadás sorozattal hívja fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Liga. Kerekesszékes kosárlabda torna, parasportokat próbálhattak ki az érdeklődők. A Miskolccal játszottak a PVSK meccsek fűszért pólósai, nem sikerült a győzelem. Városunkban a vízi közműhálózat korszerűsítése és vízvezeték felújítás miatt több helyen kell útlezárásra, forgalomkorlátozásra, forgalmi rendváltozásra számítani. A Honvéd utcában jelenleg az ivóvízvezetéket és a leágazó utcák főbekötését cseréli ki a Tettye Forráshez ZRT. Emiatt a Budai Nagy Antal Veres Péter utcák közti parkolót október 29-én reggel 8 órától várhatóan nagyjából 3 hétig nem lehet használni. A leágazó utcák a környező utakról lehet megközelíteni. A belvárost kertvárossal összekötő kerékpárút kialakításához kapcsolódóan október 28-án vízvezeték felújítás kezdődött a Málomi út, Olga utca, Keszői út közti szakaszán. A nyugati sávot 30 méteres szakaszokban körülbelül egy hétig lezárják. A forgalmat jelzőlámpás irányítás segíti. A munka várhatóan november végén zárul. A Szent István tér Ferencesek utcája találkozásánál lévő vizes csomópont átépítése miatt október 31-én 18 óráig teljes szélességében lezárják a Szent István tér felé vezető útszakaszt a Szent Ferenc szobornál. Ez idő alatt nem lehet autóval délről megközelíteni a teret. Alternatív útvonalként a Hunyadi János utca felőli behajtás Esze Tamás utca irányába való kihajtás áll rendelkezésre. A fenti időszakban a 44-es busz terelő útvonalon jár. Részletek a Tükebusz ZRT honlapján találhatók. Előadás sorozattal hívja fel a figyelmet a prosztatarák kezelésének fontosságára a Magyar Rákellenes Liga. A 10.000 lépés program keretében elismert szakemberek előadásain informálódhatnak az érdeklődők a daganatos betegség tüneteiről, megelőzéséről és kezeléséről. A Magyar Rákellenes Liga kezdeményezéseként indult az országos program, amellyel az elsősorban időskorú férfiakat érintő daganatos betegségre hívják fel a figyelmet. A 10.000 lépés program az egyik leghatékonyabb gyógymódot, azaz a folyamatos testmozgást helyezi előtérbe. A 10.000 lépés programnak alapvető mondani valója az, hogy a mozgás az milyen nagy segítséget nyújt a megelőzésben is és a rehabilitációban is. Ez igaz majdnem minden daganatos betegségre, de különösképpen a prosztata daganatosok számára. A jó hír. A Pécsi Tudományegyetem orvostudományi karának hallgatói ingyenes vércukorszint, vérnyomás és koleszterin méréssel várták azokat, akik részleges tájékoztatást szerettek volna kapni egészségügyi állapotukról. A Magyar Rákellenesség a szervezésében ez a program ide került, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű civil kezdeményezéseket, közösségi dolgokat a Pécsi Tudományegyetem is támogassa, illetve a Pécs környéki betegek számára is legyen lehetőség, hogy egy-egy ilyen előadás meghallgassanak, egy-egy ilyen rendezvényen részt tudjanak venni, hiszen nagyon fontos üzeneteket kell átadni. A szakemberek és az előadók kiemelték, hogy csak úgy mi minden daganatos betegségnél a legfontosabb a megelőzés, illetve a korai stádiumokban való kezelés. Ezzel a prosztatarák gyakorlatilag maradéktalanul kezelhető. Kerekesszékes kosárlabda tornát rendeztek a Nemzeti Kosárlabda Akadémián hétvégén. A mérkőzések szünetében a mozgás és látássérültek különböző parasportokat próbálhattak ki, valamint azt is bemutatták, milyen körülmények között edzenek és szerepelnek a parasportolók. A Nemzeti Kosárlabda Akadémián kétnapos rendezvénnyel várták a sportolni vágyókat. A mozgás és látássérültek egy sportág választón próbálhatták ki, milyen képességek szükségesek például a kerekesszék víváshoz, labdarúgáshoz vagy kosárlabdához. Az úgynevezett épek pedig megtapasztalhatták, hogy a parasportolók milyen körülmények között készülnek a megmérettetéseikre. Egyaránt várunk erre a rendezvényre épeket és sérülteket egyaránt. A sérülteket azért, hogy saját élményű tapasztalatot szerezzenek arról, hogy mik is ezek a sportágak, és mit lehet csinálni, és hogy próbálják ki. Tehát ne úgy döntsenek valamiről, hogy hallottak róla, de sose látták, sose próbálták ki. A kerekesszékes kosárlabda tornán a PTE Peasz klubja is részt vett.
A csapat tagja és egyben menedzsere Wojtek Aurel szerint fontos, hogy az épek és sérültek egyaránt megismerjék a parasportok világát. A sportoló karrierje elején az épek között szerepelt, később sérülés miatt kezdte el a kerekesszékes kosárlabdát. Nagy előnye van abban, hogy megvan a labdaérzéke, a dobásokat azt jobban tudja, kéz rááll, viszont a kerekesszék használata sokkal nehezebb neki, mint aki életvitelszerűen kerekesszékbe él. Természetesen nálunk is vannak, akik életvitelszerűen kerekesszékbe élnek, ügyesebbek, mint adott esetben én. Az első Rolling Basket kosárlabda kupán a PTEP ACA csoport negyedik helyén végzett. Az aranyérmet a horvát Slavonski Brod szerezte meg. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén október 31-én ismét meghirdeti Tök Faragó versenyét az Eurakviló Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány. A beérkező pályaműveket a Pécsi Gyermekonkológia bejárata környékén állítják majd ki, hogy az osztályon tartózkodó gyermekek jól láthassák őket, de bárki megtekintheti majd azokat akár az utcáról is. A díjakat a Facebookon indított közönségszavazás alapján fogják kiosztani. A nevezési díj 500 forint tökönként, amely támogatásként kerül az Eurakviló Alapítvány perseibe. Magánszemélyek, munkahelyi közösségek, óvodák, iskolák pályázatait is szeretettel várják. A szervezők kérik, hogy a helyszínre a már kész, fantázia névvel ellátott tökökkel érkezzenek. Egy ember több tökkel is indulhat. Nevezni az adott napon, azaz október 31-én 12 és 19 óra között lehet. Sporttal folytatjuk. A PVSK meccsek fűszért pólósai a Miskolcot fogadták az Abai Nemes Oszkár uszodában múlt pénteken. A férfi vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében a baranyaiak kiegyenlített mérkőzésen lelkesen szerepeltek, hogy a legjobb négy közé jussanak. A PVSK meccsek fűszer csapata a Magyar Kupa negyeddöntőjében az MVLC Miskolc ellen ugrott medencébe. Az első negyedben tapogatózó visszafogott játékkal próbálták felmérni ellenfelüket a pécsiek. A Miskolc ennél határozottabban indított, és az első félidő végén egy gólos vendégvezetéssel 7-8 arányban végeztek a felek. A második félidőben a miskolci akciók mellett a bírói döntések is nehezítették a hazaiak helyzetét. A játékvezetők kénytelenek voltak a kérdéses szituációkat többször visszanézni, ezekből nem mindig jött jól ki a pécsi csapat. A végeredmény 12-16 lett a miskolciak javára. A Miskolc az egy igazi vérbeli profi, nemzetközileg is elismert, nagyon jó vízilabda csapat, és igazából azt szeretnénk, hogy egyszer Pécsen is egy ilyen szintű csapat legyen, és úgy gondolom, hogy az első fél időben nagyon jól tartottuk velük a lépést, de utána azért kiütközött, hogy talán az ő játékos keretük mélyebb, és azért egyénileg nagyon-nagyon jó topjátékosok játszanak itt. A PVSK szurkolói előnyben és hátrányban is egyformán támogatták a csapatot. A nehezményezett bírói döntések ellenére a rajongók kifejezték egyetértésüket vagy nem tetszésüket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Lukács Gergely edző köszönetet mondott a szurkolóknak. Ez olyan szintű katalizátor a csapatnak, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Tehát fantasztikus dolog az, amikor gyakorlatilag a mérkőzés elejétől az utolsó pillanatig zúg az uszoda, ilyenkor az ember elfelejti a fáradtságot, elfelejti az elkeseredettséget, és csak az van benne, hogy hiába lehet, hogy már az izmokban már nincsen, meg az agyban már nincsen oxigén, de még visz előre a szív, és ez nagyon nagyban a közönségnek köszönhető. A PVSK ezt követően Miskolcra utazott, ahol lejátszották a visszavágót. A miskolciak 19-9-re nyertek, így ők jutottak tovább a legjobb négy közé, a PVSK pedig kiesett a kupasorozatból. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. A prostatarák megelőzhető és kezelhető előadás sorozattal hívja fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Liga. Kerekesszékes kosárlabda torna, parasportokat próbálhattak ki az érdeklődők. A Miskolccal játszottak a PVSK meccsek fűszért pólósai, nem sikerült a győzelem. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn késő estére 10 fokig hűl le a levegő hőmérséklete. Kedden változik az időjárás, búcsúznunk kell a kellemes őszi időtől. Esős, hűvös időre készülhetünk. Az északi szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 11 fok körül alakulhat. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!